apostolok levele 5. részéből a 21. verstől rész végig a 33. versig. I read the Holy Scripture from the letter of Apostle Paul to Ephesus, chapter 5, verse 21 to 33. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az íg által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyháza dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fekhetetlen legyen, hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint ahogy tagjai vagyunk testvének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testvé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Egyetlen verset szeretnék a szívetekre helyezni Isten igéjéből, kedves Gábor és Megan. I emphasize you, Gábor and Megan, only one verse from the scripture. Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave his life for it. Magyarul pedig ismételten így hangzik. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Kedves barátaim, tisztelt vendégeim, ünneplő család, volt egy ember, úgy hívták, hogy Steve Irwin, ő volt a híres krokodil vadász, és ő nagyon jól ismert volt, hogy mennyire lelkesedett és elkötelezett volt a természet iránt, Isten teremtésének csodálata iránt. És ez az ő természet, ez a rajongása, ez nagyon ismerté tette őt világszerte, mint híres természetjáró. És egyszer az ő feleségével, Terrivel interjút készítettek, és ahogy beszélt a férjéről, mindenkinek nyilvánvaló volt teljesen, hogy mennyire szereti az ő férjét, és úgy tekintett az ő férjét, mint az ő hercegét. Ez az érzelmi töltés volt mindig a hangjában, hogyha róla beszélt. Tehát úgy tekintett a férjére, mint egy hercegre, és mint a legeslegjobb barátjának. Hát ma férfi és nő kapcsolatára, férj és feleség kapcsolatáról sok mindent mondanak, de nagyon kevesen gondolják ezt gyengéz kapcsolatnak. Nem sokszor látni ilyen gyengébb kapcsolatot, mint ez a híres természetjáró és az ő felesége között volt. Ma sok keserűséget látunk, sok megbántottságot hordoznak házasságok, sok ellenségeskedést látni a médiában, amikor a házasságról
ide. Erre bíztat benneteket, hogy így szeressétek egymást áldozatosan. Szóval nem csak szeretők vagytok, nem csak szeretőkből házasok lesztek, hanem ti vagytok egymás legjobb barátai is. És a barátság is Krisztus szeretetére vonz bennünket. Hát azt mondta, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint aki önmagát adja a barátaiért. Jézus ezt tette értünk, ti is adjátok magatokat egymásnak ebben a szent házasságban. Nagyon fontos ez Krisztus szeretetére emlékezni, és Krisztus kereszt halálára gondolni, mint a szeretet legnagyobb ajándékára. Mert ahogy az emberi élet